Ricsi, behozza a fát! Mi máma díszítjük föl. Beleállítjuk, és aztán levágjuk. Várjál, fogjad, mert lent itt van a zsinór, okoztam, mert utána nem bírod. Tele van egy zsinórra pillanat. Aztán jó bezsinórozta az ürge. Tudom, egyszerűbb lenne, ha kiszednéd a fát, de most így is jó lesz. Azt hiszem, levágtam. Oké. Na. Hát úgy körülbelül a közepén van, nem? Uh-huh. Aztán nem tudom, hogy most melyik fele volt az, ami nekünk minden esetben megpróbálom. Már lassan kezdni. Nem is megy, tovább megy. Ne. Yes. Most stabilul áll. Aha. Oké. Okay. Itt a vizet. Köszönöm. Na, itt a karátonfa. Megnyírjuk. Jó maga, kuk majdnem a plafonig. Az kemény. Kint olyan kicsinek nézett ki. Hát mindig úgy vesszük a fát, hogy körülbelül a mi magasságunk. Most ez egy kicsit magasabb. Ez egy kicsit eltart, mire az ember ezt leváltossa. Azért szerintem egy kicsit vigyázna, hogy földöntsem itt a nagy. Mert hirtelen kinyílik majd. Nem, mert fogom biztonságot vinni. Már most azért potyorászik. Na a szemembe mennyi ember. Hálót le kell vágni. Hálós lesz a fatnak, hogy csalagálod a hálót. Ja, csak szólunk, nem december 24-e van. Hogy willkommen in der Zukunft. Ha? Ja. Egy héttel előbb. Hú, de tényleg, de fura érzés, hogy nem izékorra hoztad be a fát. Jaj. A 24-én, hanem... Jaj, én is most olyan szabadságérzetem van, pedig meg egy hetet kell gőriznem. Jó, de nem mindegy, hogy gőrizik az ember. Most így. Ott, azt rád bízom másik oldalt, itt van is csak. De jó, akkor úgy, hogy egyegyem. Szépen szedd le, aztán jaj. Meglátjuk, hogy mindjárt. Széchenyi élik, hallod annyira? Széchenyi. A Széchenyi. Na. Ott fölül, te vagy a magasabb. Na, azt akkor az utó megy bele. Bele van gomolyodva. Bele. Oda bele a plasztik kukába. Na, figyeld, ez kemény, milyen erős háló. Egy kóknatot jatolni. Na, aztán egy kicsit, de nézd a szegény, hogy össze van állva. Ja, fázik. És innen még jön le ez az. Itt is van plasztik. Vigyázz, hogy nagy beállj majd a kamera elé, hogy valami. Az jó összeizét. Figyeld a... Mi tele van fa levélem? Ősz van vagy mi? Ez azért vizes. Elég jó vizes, Ricsi. Alá kell majd rakni valami. Próbáld az ágait egy kicsit le nyomni. Bár valahol nem bírod, mert még jeges. Jeges.
Főleg egy kicsit aztán... Jaj, majd mondom, alá kell pakolnom valami... mondd már, törölközőt. Aha. Rakok alá törölközőt, mert... Úgy egy síp, síp fa. Próbáld lenyomni ágait, léci, azt, hogy lássuk, hogy melyik felét kell. Tudod, ahogy beszéltük a zürgi, amikor kerestük a fát. Mert szerintem, hogy de, hogy jó, ugyan. Egy kicsit elabul, de nem gyámú. Így a forgalom érzék. Csak nem elég sönöm az ágokat, mert ledőlhetnek, mert ott van fagyva. Hát itt azért elég rugalmas, de mik vannak itt benne? Jó, én meg nagy seggemet mutogassam arra felett. Nem tudom, hogy az én seggemet. Nem, akkor nem látnak semmit a szép fából. Hát egy kicsit, nem törik az le, elég rugalmas. Ki akarom szedni? Egy tele van falevéllel, ezeket ki akarom szedni? Christmas tree, az egy Christmas tree. Jingle bell. Ja. Kuk, van itt valami söprő, nincs mi? Várjál, akkor kezem már söprök. Pillanás. Kameránk az megy még. Ja. Igen. Valaki nem van a söprő, meg nem, majd várjál. Most itt elrekubasztod egy kicsit. Ezeket akarom. Elpatarom innen. A nagyját, a többen a nagyokat csak. Azt mondja, utána. Csinálunk egy dzsuvá. Na az van. Ezt itt hagyom összevaragadva, hogy mert csak az alján látszik, hogy itt hát hogy lássátok a fát, mert beütöm elé, akkor nem megy elő. Hát igen. És van felelőni. Mert ez az egyetlen oldala neki, ahol úgy, tudod, nem lapos, hanem kijön a... Tehát van neki szoknyája, vagy hogy mondja, hogy ezt egy kicsit még arra mozgassuk, vagy... De egy kicsit van, nem? Egy bingyurit. Fogjad, vigyázz a fára, kicsit, egy ingyuri-bingyurit erre. Szó, de ilyen nem lehet torna. Hát itt már vége van, mert már a fenyők görbülnek a falon. Tényleg? Vissza? Igen, vissza kicsit, kell fordítani a lapos felét. Szóljál! Még egy kicsit, ne, így a fenyők már valahogy. Oké, akkor is körülbelül ugyanaz, hogy volt. Jó, akkor nem kellett volna tolni. Odébb tolnom. A kuksizd jó vagy? Nem rossz. Ha bejövök, de jó! Innen nézd meg, innen a bejárattó. Ott van izé, itt a levél. Jó, nem? Szép. Mert itt laposabb. De itt nekünk csak ennyi hely van. Jaj, ez közlekedési hely. Közlekedési hely. Itt meg a szabád van, ott meg azért. Tehát lehet, hogy egy ingyőt kicsit hozni kell, hogy még egyet látok egy pár állat. Az semmi, nincs, ez nix. Az teljesen jó. Na, fogadjuk így. Ilyen szép fánk van. Szép a fánk. Fánk, igen. Ha gondolod, nyújt tükör. Akkor behozhatod a... Söpült. Igen. Sose tudom megjegyezni németül, nem mindegy, hogy Schaukel vagy Schaufel. Ja. A Schauk, de a Schaukel az a hinta elvileg, igen, ugye? Igen, az a hinta. A Schauf... De honnan tudnám megjegyezni, hogy a fő betűs a lapa? Tudod, hogy honnan? Úgy, az F betű az ilyen. Igen. Úgy. Akkor az söprű. Csak a német tanulóknak egy ötlet. A Schaufel. De tényleg, sokszor azért nem használom, mert gondolkodok rajta, nem akarok hülyeséget mondani, hogy Schaufel, vagy mi azt mondom, hogy rosszat. Ott ki nincsen semmi rongy, ugye? Nem tudom, nincs. Akkor mondom, izét rakok majd alá. Ez mindegy van, 700-án. Ezt itt le kell. Oké. És akkor
Hát most először majd zabberolod alatt a... A csigéhez kell, tökéletes. Ja. Ha mire vársz? Úgy igazán örülteg. Először... Most, ezt ad nekem. Először majd zabberolival, aztán... mondd már. Hát mert csöpög még, tudod. Egy kicsit áttörlöm. És utána... És utána aztán tudom, lehet először a dísz, mert akkor még potyog le, izélni. Rakjunk rá díszt. Vagy rakjunk már törölközőt alá? Hozzá törölközőt a üzébó. De nem megmutassak, hogy melyiket mondom, akkor a törölközőt alá. Máj, a üzébó hozzá a... mondd már. Hát a izé. Hát mit eszem le? A vödör vagy mi az? A vödör a belépőben látom. Milyen belépő? Na én... Na a szennyes kosár, na csak kinyögöm már. Nem a szennyes kosár. Aha, mert ott beledobtam. Tudom, azt. Akkor látom, fa. Azt. Na, inkább ezt még egy kicsit odébb söpörjük. Hát tudod, mit rakd alá, mert itt már nagyon vizesedik. De az csak egy, az még nem elég. Ja, kéne többi. Hát van ott benne. Ja. Persze. Ezt ide valahol kéne. Akkor nem is zabbáról lézek. Leolvad a... maradék jég a fáról. Ide csöpögjön. Ha mi nem? Mert nem akarjuk, hogy a parkettának baja legyen. Mert akkor nincs kedvem parkettát fizetni. Nem, nem még egy ilyen. Ó, az jó nagy. Hát mi szóval a másik oldal? A bujkán. Átdobom. Azt akkor úgy a másik felé fordít. Úgy. Ezt a színes felét? Aha, igen, azt akkor valahogy csináljuk úgy, hogy... Még egy kicsit húzhatsz rajta, úgy igazgasd el, légy civerit. Nem akarom, hogy keresztül lesen, ratézusok. Igen, talán jó lesz, így oké, nem? Csak addig, amíg le nem olvad a fa, mert oda gyűjtjük a izét. Várj, még oda még egyet esetleg. Jaj, de mondjuk ő van. Ja? De van még egy kicsi. Há, hozzad. Úgy is ki kell őket mosni. Hozzad. De ezzel hamar meg fog már száradni szerintem. Hát itt fölül már száraz az ága. És van tele vagy. Ez mit csinált az ürgi ezzel a fával? Tele van szalmával. Hát én nem tudom. És mond levél. Tűlevél. Hová? Úgy. Így jó. Elvítottam. De mert itt mindegy, de azért alárakhatjuk. Jaj, biztos, hogy elég mindig jól lehet. Na hát itt a padló az nem baj, a parkettára kell vigyázni. Uh-huh. Csak a parkettára. Új. Csak szólok, hogy nekünk van ám pink színű szaloncukrunk. Majd mindjárt elős veszem. Jaj, tényleg, izét elfelejtettem. Kicsike. Valahol a boltba lehet nálunk kapni az akasztókat. Ó, tényleg. Ez is szerint vett mutkó valaki. Itt van szaloncukor pink színű. Szaloncukor. Igen. Pillanat, 1-10, 2-10, 3-10, ezek nem, csak ez. Ugye? Mutatom.
pink díszek, pink gömbök, ez ilyen szív alakú, ennyibe kerül, mennyi ez? 8 darab, 1 euró, ez 2 euró volt, ez a vegyes 5 euró volt, de ebben van minden, még itt ilyen gyöngy is. Gyöngyike. Ja, azon kívül, mennyi? Azon kívül itt vannak a... Ta-la-la-la, ta-la-la-la, csili-vili, csili-vili, olyan szépek. Van egy olyan, ami pink, és de tökre olyan, mint a ilyen alap, ilyen higany szín, és ebből van kettő, ez a hagyományos csillogós pink. Ja, és akkor még lent van a pincében, majd ezt a egész pinkes díszt ezüsttel kombináljuk, ugye? Azért kellett, hogy a szaloncukor csomagolás és pink meg ezüst legyen. Ez egyébként, ha jól emlékszem, eperes tejszínes fajta. És ez Magyarországról van, 273 forint volt. Ez a kevéske. Mennyi ez? 10 darab? Nem tudom ma. Jó. Pici. Így. Átnézzük a fát. Mi van még rajta? Vizes. Vizes. Nagyon vizes. Itt csöpög a francba. Egész ki kell húzzam. Itt csöpög. Lejött egy ága. De nem egy egész, egy kicsi, kis darab. Mi van? Levél. Levél. Oké. Jó, közben készül a tejánk. Jó, várjatok. Hát ez akasztós, ezt rá tudod majd rakni. Várjad csak, vagy hát én rárakom most. Ezt ki kell bontani valahol. Ez hogy lehet itt kikszós. Ezeket a szíveket ki lehetne. Vagy te díszítesz, mint a vaj? Mit nem tudsz? Díszíthetsz. A gömbökhöz kell a izéricsi. Ezeket lehet akasztani? Van hozzá akasztó, de ahhoz akkor bele kell fűzni. Ez hol nyílik? Van valami, ez belül ilyen? Ez belül ilyen. Van valami nyitórész. Van valami nyitórész. Belül osztott. Jó, becsomagolták. Azt jó becsomagolták.
Hú, azt a... Hol annak a tetője? Á, megvan. Á, megvan. Á! Szuper. Jaj, itt még kicsit föl kell várni. Mondjuk a gyöngyöt azt rábírod majd rakni. Na, ide rakom azt, amit rábírsz rakni, jó? Adzó szívek. Van gyöngy. Schön pink. Te cuki, ez meg mi akar lenni? Hihi, várjatok. Ez ilyen. Ez ilyen nem tudom mi. De van neki feje. Ez ilyen valami, nem tudom, dekorációs, nem tudom, nem tudom. Na jó. Ennek a csillagot is fölköm majd. Ja, ezeknek kell majd az akasztó. A csomagoknak is szerintem. Oké. Na, és akkor ezt rá lehet rakni. Kibontjuk. Kibontjuk. Hú! Alles glitzert. Most direkt rárakom. Már Ricsi eligazgatja, hogyha nem tetszik így neki. Itt egy gyöngy. Tett rajta egy gubanc. Na most jó összegubancolom ám. Na. Összegubancolom. Ez itt most hogy van? Megvan, megvan. És tudom, hogy hogy szokták rárakni már. Hát én már nem tudom. Csak simán körbe? Rics. Csak simán körbe? Tudod, hogy mi fog kelleni, ami most úgy elfelejtettünk? De majd pótoljuk. Akkor meg lehet, hogy jobb is, ha nem rakunk rá annyi díszt. Mert először az égősort szoktad rárakni. Homályos lett már megint a kép. Ja, először az égőt szoktad rárakni, és utána díszítjük. Ha? Jó, hát egy párat rá lehet rakni. Azt majd akkor le lesz szedve. Csak most a hétre nekünk legyen valami itt. Ha? Álzó. Ezt is meg lehet nyitni. Szó. Szóval.
pink, meg még egy pinkünk van, méghozzá ez. Így, ezek a papírok nem kellene. Anyám, most vágták le, ebből kinézzek valahogy. Berakjuk. És akkor ezek a... Tegyen már rajta valami pink. Nagyjából éles a kép. Reméljük. Ez még nem a végleges díszítés, hogy aztán majd még alakul. Most egyszer csak, hogy legyen valami szép színe a fánknak a hétre. Most sokat fogunk dolgozni, azt arra szeretnénk hazajönni, hogy van egy szép fánk. Úgy döntöttük, hogy most egy kicsit egy héttel előbb díszítjük. Nem karácsonykó. Na jó, karácsonykó fogjuk befejezni. Jó, most élvezni akarjuk egy kicsit az előbb a fánkat. Alulról még meg kell öntözni. Vizet rakni abba a tartójába. Mutatom közelebbről. Ilyen. Szép pinkes. Még én is pinkbe vagyok. Most kicsit idén elpinkesedünk. Szépecske lesz. Majd alakul. Majd megjelentkezünk később. Boldog karácsony mindenkinek! Ciao!